Jó reggelt kívánok! Fél 80, megindulunk a... Megkeressük a céget. Éjszaka nagyon jó telt, jó kis nyugodt utca volt. Hi, video go left. Eléggé szürke, ködös időre ébredtünk. Na, fabrikál neked a bácsi egy új útvonalat. Szépet, fényeset, széleset. Jó, hogy rajta tud maradni. De aztán nem elszúrni, egyenesen lem, balra. Megpróbálok arra kimenni, amerre bejöttünk. Nem tudom, hogy... Na, újra lesz. Tervezek. Nem is egy újra, ötre. De az egy irányú utca lesz, úgyhogy... A második utcán jobbra fordulunk. Vissza kell mennünk a főútra, be a körforgalomba, és abból itt visszacsüljünk a baloldali utcára. Körforgalom, 4-es kijárat, majd ott. Körforgalom, az és a 3-as kijárat lesz jó. Nem, nem, a 4-es. A 4-es kijáraton menj ki, jó? Lesz egy körforgalmú. Ha, Tubi, örülünk? A második kijáraton? Lehet, hogy kimegyünk. Remélem, semmi problémánk nem volt ebből, hogy itt éjszakáztunk. 4 km. Ez jött most, de jó. Egy körforgalom? Hát én szeretem. Már az alakja miatt is. Tudják, mire emlékeztet? Mindegy. A második kijárat lesz jó. Számolja, számolja. 1, 2, és ott ki. 4 km múlva pedig megérkezünk a rakóra. Jön egy körforgalom. Akartam mondani, hogy melyik kijáraton menj ki, de nem tudom. Lesz egy körforgalmunk. Na, Tubi, örülünk? A második járaton? Itt kimegyünk. És ha a lerakásunk megtörtént, akkor irány Zalaegerszeg. És Zalaegerszeg. A második kijárat az, az. Zalaegerszegen pedig leműszakíztatják az autót. Megyünk körforgalomból körforgalomba, még 3 km van odáig, 3 lehet 8. Tarts jobbra szerintem, azt hiszem. Nézegettem a térképet egyébként, hogy merre megyünk utána. Hát nézd, figyelj, tarts jobbra, aztán majd legfeljebb szólok, amikor be kell húzódni. Ez egy olyan okos ketyere, aki hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani ahhoz, hogy utána ne kelljen tülekedni. Jobbra.
tarts jobbra. Bicikli! Bicikli! Na itt most jobbra tartunk. Irány a 87-es. Mondd, te jól bírod a kompot? Mert én hányok rajta. Ez körforgalom, csak úgy gondoltam elmesélem. Körforgalom lesz. A harmadik kijárat lesz. Jó. Harmadik kijáraton menjek ki. Harmadikon. Korlátozás, ha jól láttam. Hát azért tudod, most komolyan. Hát tehát az ember itt ül ebben a egyébként marha nagyon, és hát nem is tudom, hogy akartam mondani. Az vagy nekem mi, testnek a kenyér. Mindjárt jobbra megyünk. Igen, itt jobbra megyünk és elméletileg meg is érkeztünk. Kíváncsi leszek rá. Itt van az ősz, itt van újra, meg mi is. Hát azt mondják, hogy megérkeztünk. Megtörtént, 9 óra van, indulás van Zalaegerszegre. Ahol nem is szakítják az autót. Igen, most a körülmények vannak errefelé, úgy látom. Csúszik az út rendesen. És akkor hatolunk ki, hát egy órás utunk van.
körforgalom, jobbra, irány Körmend. Elhagyjuk Szombathelyet, menjünk egy kilométert a körforgalomig. Meg kellett, hogy forduljak. Azt mondták nagyjaink, hogy előbb rakodjak föl, szintén Szombathelyen, és utána induljak meg műszakiztatni. Visszafordultam, és akkor most menjünk vissza Szombathelyre. Te 8 km, és akkor ott felrakodunk. És utána megyek majd műszakiztatni. Úgyhogy most robogunk vissza Szombathelyre. Irány vissza jobbra. Szombathely. 3 kilométerre vagyunk, és Olaszországba, Mansuéba fog menni az áru. Itt most megyünk még 2 kilométert, leérkeztünk a körforgalomhoz. Itt kéne elmennünk nekünk balra. Érkezünk aztán az utcához, amit megadtak nekünk. Le kell menjünk balra. Nem ez az, hanem egyel arrébb. Igen, az itt most egy fogok kanyarodni balra. Jaha, az a tábla megmarad. Látjuk, jó. Hát itt aztán elég mostohák a körülmények, csúszkálunk, mint úgy a jégen. Hát ez ilyen. Megértünk a céghez. Kíváncsi leszek én erre, hogy itt van-e valami. Hát és van, tényleg van. Mutatja is nekünk, jó helyen járunk, megjött. Felrakás megtörtént. Indulás van. Most megyünk Körmendre, vagyis Körmend felé, aztán meg Zalaegerszeg. Leműszakiztatjuk az autót. Reményeim szerint.
vehetek neki látást a Mikulásig, úgy nézem. De se baj, csinálj. Itt megyünk 18 km-t a körforgalomig. Van a Gajd és Veszicseny, ez így egyben van ez a két település. Hát ide érkeztünk meg most. Haladunk szépen át rajta. Zalaegerszeg után irány Olaszország. Érkeztünk Rumba. Én csak egy évben egyszer jövök ide Magyarországra ezzel az autóval, mindig mikor műszakiztatni kell vinni. De hát azt megmondom, hogy éppen elég is. Amilyen minőségű utak itt vannak. Szétrázza az ember lelkét. Na de nem baj, kis hazánkat azért nem kell ócsárolnunk. Jó van ez így, ahogy van. Magyarország, így szeretlek. Robogunk tovább, 4 km múlva pedig rátérünk már a 8-as számú főútra. Még tudunk menni egy kicsit. 36-ra vagyok Zalaegerszegtől, a telephelytől. Kám a következő településnál. Mindjárt fordulunk is el, irány a 8-as, irány Vasvár. A számú főúton vagyunk, irány Vasvár, irány Körmend felé. Megyünk most 9 km, alsó Újlak. Mi
50-nel jövünk lassú csúcsnél. Ez azért egy kis takarosi település emlékeim szerint is. Kilométer van vissza, 0 fok van. Remélem mindenkinek hozott valami jót a Mikulás. Ezúton köszöntök mindenkit. A rendszeres nézőimet pedig üdvözlöm sok szeretettel. Robogunk tovább még 5 kilométer. Aztán a 74-es a Rákanyagotokra megjelszik. Megjöttünk Vasvárra. Azt mondja, hogy vágjunk át itt. Balra. Tudunk átvágni, mert ott teherre behajtani kilos van. Ráadásul 10. Onnás csak úgy, hogy ott nem tudok átvágni. Még 1,3 tizedet kell, hogy menjünk. Megkerülném ezt a kis átkötő utat. Rákanyarodjunk a 74-esre, irányz a Legerszeg. A tábla mutatja is, irány 74-es, irány Vasvár, az alap megjel Szeg. Lehetett volna vágni, szó se róla, nem mindegy. Nincs se rossz. És akkor Zalaegerszeg 27 km. Sokára odaérünk a telephelyre, leműszakíztatjuk az autót. Aztán robogunk tovább. Tehát most Vasvárra érünk. Megcsodálhatjuk a települést.
Milyen is ritkán van a videóimban, amikor én egy magyar helységet mutatok be videón keresztül. Nagyon-nagyon kevésszer fordul elő. Mondottam volt évente egyszer. Az autó egy évben egyszer lép be Magyarország területére. Szinte aznap el is hagyja. Azt hiszem tavaly valahogy úgy volt, hogy délutánra jöttem, akkor elmentem haza és utána kellett felrakodjak. Ha jól emlékszem, akkor így történt, igen. Nem most volt már egy éve. Azért itt is épülnek a házak. Jó hosszú település. Vasfák is. És aztán hagyjuk el. Megyünk 8 km még. Kicsit balra tartsunk, és még 20-at. A közt a telepre érkezünk. Meg azt. A karácsonyfáj, fenyőfa, gyönyörű volt. Településnek is vége lesz. És aztán már csak 2 km és ott vagyunk a telephelyen.
aztán másfél kilométer múlva megérkezünk a telephelyre. És aztán a körforgalom. Szembe pedig a telephely. Szépen becsűrünk, leakasztjuk a pótot és bemegyünk, leműszakíztatjuk az autót. Ennyi. Úgy alakult itt a történet, hogy nem tudtam leműszakíztatni az autót, mert behalt a rendszer. Az autó maga a műszaki állapota jó, csak behalt a rendszer. És aztán most azt találtam ki, hogy aztán fogom magam, elmegyek haza, holnap reggel 7-kor megpróbáljuk. Köszönöm, ha ma is velem tartottatok, mindenkinek minden jót, jó egészséget, béke legyen veletek.